Vendégem pedig Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Üdvözlöm. Szép estét kívánok. Na hát kezdjük is ezzel a megnyilvánulással. Ez egy 2019-es megnyilvánulása volt Márki-Zaynak. Mit szól ahhoz, hogy ő lényegében sérelmezi az, hogy annak idején a vízidíjról népszavazást tartottak? Szerinte nem szabadott volna ezt megtenni. Különösen pikáns ezt hallani egy baloldali népszavazási kampány órás gyűjtő szakaszában, amikor azt mondják az embereknek, hogy minél többen írjanak alá nekik, hogy lehessen népszavazás, majd közben Márki-Zay Péter pedig elmondja, hogy egyébként egy kultúrországban erről nem is kérdezik meg az embereket, hogy ez milyen demokrácia felfogás, ez ebben mondom, nagyon sok minden van. Tehát az embereket ne kérdezzük meg arról, hogy akarnak fizetésegészséget vagy sem, hanem azt majd üzletemberek valahol eldöntik, hiszen azt meg egy másik ilyen beszédében elmondta, hogy ő igazából a privatizált egészségügynek a híve, tehát magánszolgáltatók vannak, tehát a profit érdek az bejön az egészségükbe. Nem a minél nagyobb egészségmegőrzés, a minél magasabb színű ellátás, hanem a profit érdek legyen az, ami az egészségügyet befolyásolja legjobban. Itt volt két népszavazás, 2004-ben is, meg 2008-ban is. 2004-ben kimondták a magyar emberek az egészség nem üzlet, 2008-ban kimondták, hogy vízidíjat nem akarnak. Majd most miről szól a baloldal egészségügyi programja, mert lassan ez összeáll. Ugye kezdte László Imre, ugye a DK-nak az egészségpolitikusa, hogy a kórházak 45%-át be kéne zárni, mert fölösleges. Ez ugye elbocsátások, kajások, minden mással, majd kiderült, hogy a maradék kórházakat meg eladnák, és minden beteg pedig fizessen, amikor az orvos látogatja. És ez a baloldal programja, semmi más nem történik, mint amit csináltak 2002 és 2010 között, azt folytatnák. 2002 és 2010 között eladtak kórházakat, emlékezhetünk az Opnira, emlékezhetünk a Sofmérei kórházra, ezeket mind bezárták. Volt, nincs, nagyon nehéz ezeket pótolni utána. Tehát voltak kórházbezárások, és volt a Hospinvestnél pedig a kórházaknak a privatizálása, és aztán volt a vízidíjnak a bevezetése, ugye szintén László Imre innováció volt, hogy lehessen mobiltelefonnal is fizetni a vízidíjat, hogy minél gyorsabban lehessen menni. Tehát a kórházba valaki bement, vagy a rendelőbe, először vízidíjautomata, aztán orvos. Tehát először fizessen, aztán láthatja őt az orvos, és ugyanitt folytatnak. Ezekből a mondatokból az derül ki, ugyanott folytatnak, ahol elbuktak ezekkel 2010-ben, meg a népszavazáson. De a népszavazás ezek szerint egy kultúrországban nem megengedett.